Ha a legjobb kártyákkal szeretnétek játszani, válasszátok a Park oldalát, és használjátok a Krisztián kódot további kedves A linket megtaláljátok a leírásban. Sziasztok és üdvözlök mindenkit, én Krisztián és ebben a videóban egy víkendig összefoglalót hoztam el nektek. Tulajdonképpen csak egyetlen mérkőzést, mert szeretném egy ilyen felmérésként felrakni ezt a videót, hogy mennyire van érdekeltség ezekre a videókra, mert tudom, hogy sokan írtatok azzal kapcsolatosan, hogy szeretnétek ilyesmit, de meglátjuk majd a like számából, hogy mennyire van rá még érdekeltség így 2019 év végén ezekre a videókra. Az első ellenfelem Silver Hunter nevezetű csapat volt, egy eléggé jól összerakott BPL, illetve BBVA hibriddel. Itt átváltottam a képernyőt, mert nem azon a képernyőn voltam, amit a rekordolásra szoktam használni, hanem az élőadásos képernyőn, viszont innentől kezdve maximálisan a mérkőzésre koncentráltam. teamviewer keresztül segített nekem Milán, tehát próbált bíztatni, hogyha esetlegesen parább dolgok voltak, és az első mérkőzés így is alakult. Megvoltak a lehetőségeim, viszont egy óriási hibát követtem el a mérkőzés elején. Ugye tudjátok, hogy én rengeteg egyéni taktikát próbáltam az elmúlt időszakban, viszont folyamatosan ö, cserélgettem őket, és az attacking formáció volt az mindig, amin én kezdeni szoktam, vagyis hát kezdtem régen. Viszont ez most átkerült a defenzívre, így. Össze-vissza kevergettem az egyéni taktikát és pressure on, heavy -on kezdtem, ahol rengeteg-rengeteg támadó játékosom lesz, tehát még a védők is fellépnek a támadásoknál, viszont a helyzeteket nem sikerült kihasználnom. És tudjátok, hogy a FIFA az egy kegyetlen játék, ha nem használod ki a helyzeteidet, akkor az biztos, hogy meg fogja bosszulni önmagát. Így hát a 11. percben érkezett az első lehetősége az ellenfelemnek, amit gyönyörűségesen Gorla is sikerült váltania. Hát érdekes gól volt, érdekes gól volt, de nyugodt maradtam, folyamatosan az járt, srácok, a víkendig mérkőzéseken az eszembe, amit a Benny mondott, hogy csak nyugodtan, szépen csináljam, játszom a saját játékomat, labdatartás és egyebek és egyebek, és erre próbáltam meg folyamatosan összpontosítani. Jött a második helyzet a srácnak, iszonyatosan nagy hibákat követtem el, megpróbáltam itt kipasszolni a labdát, érthetetlenül simán le kellett volna venni a Rio Ferdinanddal. Aztán a 19. percben Dáglis előtt adódott egy helyzet, nem sikerült elrúgni, úgyhogy maradt a 2 0 eredmény. Aztán a 32. percben Ismételten egy óriási egyéni hiba, megpróbálom kipasszani a labdát, Szemédó nem figyel, és megkaptuk a harmadik gólunkat. Na itt volt az a pillanat, mikor megállítottam a játékot, és megnéztem azt, hogy milyen egyéni taktikám vagyok, és akkor vettem észre, hogy ez bizony benyaltam, ugyanis rossz egyéni taktikám voltam és ezáltal kitámadtak a játékosai folyamatosan. Ez az én hibám volt, ez van. A 43. percben viszont Dalglish révén sikerült szépítenünk, így hát 3-1-re módosult az állás. Ezután próbáltam átgondolni a dolgokat, itt sok pihenőidőt hagytam magamnak, ittam egyebek, egyebek, illetve egy vérfrissítést is végrehajtottam a csapatban, Gárdiola helyett érkezett Nájngolan, ami nagyon-nagyon hiányzik a csapatban, hogy két darab védekező középpályáson van, akik a támadásban nem tudnak részt venni, nézzétek meg, hogy mennyire felja volt ezután a játékom. A második félidőben egy csodálatos labdát adtam Dágisnak, egy az egy szituáció simán el kell tolni a kapus mellett és berugni. sajnos elizgultam, nem sikerült ezt a helyzetet gólra váltani, viszont az 53. percben sem adtam fel, tehát vég az volt a fejemben, hogy ez egy jóval gyengébb játékos, össze visszaváltott a játékosokkal a védelemben, ezt kihasználtam, és Dálglissal berúgtuk a második gólunkat. Itt már nyílt volt a mérkőzés, illetve még egy óriási nagy baklövés a játéktól, nem tudom, hogy ezt miért ő úgy gondolta, hogy én szabálytalan voltam a Ronaldóval, majd nézzétek meg, hogy itt középen lesérül a teljes, sikerül a srácnak labdát szerezni, és a játék hibájából adódóan 4-2-re módosul az állás, mert a teljesen beragad egy teljesen védtelen szituációban, ahol nem is én irányítottam a játékost, de ez van, így sikerült, 4-2 volt az állás, viszont ezután sem adtam fel. Srácok, az idei játékban sem kettő gólos előny, sem kettő gólos hátrány nem jelenti azt, hogy ez a mérkőzés már lefutott. Dáglisnak középre centereztem, és sikerült a harmadik gólunkat is megszerezni, és ezután egy kettős vérfrissítést hajtottam végre a csapaton, Név szerint Bergwin, illetve Zaha érkezett. messi illetve Neymar cseréltem le, és ugye még az első félidő végén volt egy Naingolan Gardiola csere, vagy guardiola Naingolan csere. Itt ismételten kivártam, mert tudtam, hogy ha a következő helyzetemnél oda kerül a labda, hogy nekem az be kell rúgnom, akkor kíméletlenül ki kell használnom. Mindig tartsatok szüneteket, vagy pihenőket, és meg fog jönni az eredménye ennek a dolognak. Itt láttam, hogy a srác végig izgul, össze vált a játékosa, a fogalma nem volt róla, hogy mit csináljon itt a védekezésben. 5 méteres körzetben nem lehetett nyomni kört, ő mégis megnyomta, és ezzel sikerült kiegyenlítenünk, és 4-4-re módosítani az állást. Zaha érkezte, nagyon-nagyon kellett, ugyanis több gólban is részt vett, és azt gondolom, hogy a Dalglish után a mérkőzésen a leges, legpozitívabb dolog volt az, hogy a Zahát becseréltem, mert tényleg olyan dolgokat tudott véghez vinni, ami szükséges volt ahhoz, hogy ezt a mérkőzést meg tudjuk nyerni. Ugye 90 perc alatt nem sikerült eldönteni ezt a mérkőzést, de láthatjátok majd, hogy mennyire nyugodtan és higgadtan játszottam, tudjátok, akik régóta követitek a videóimat, hogy én nekem soha nem volt a labdabirtoklás úgymond az erősségem, de pár napja vagy pár hete tényleg amióta Benivel együtt próbáljuk meg felépíteni azt, hogy minél jobban játszak a játékban, mert ez nagyon nagy hiányosságom, hogy le vagyok maradva játék tudásban és próbálok ezen javítani. Azóta a labdabirtoklásra feküdtem rá, és azt vettem észre, hogy tényleg az egész játék azon múlik. Oké, okay, lehet neked 70%-os labdabirtoklás akkor is be kell rúgni a helyzeteket, de a labda birtoklás a leges legfontosabb a játékban. Mindig tartsátok meg a labdát, és próbáljatok arra törekedni, hogy kipasszolgassátok az ellenfelet. Itt egy elég érdekes szituáció történt kettős AI blokk, majd Ronaldo nem esik el a 16-osan belül, ezáltal nem lett 11-es, viszont itt is higgadtan szépen fel kellett építeni a támadást, és is érkezett középen, megszerezte a következő gólunkat. Ez is egyébként Zahán múlott, ugyanis, hogyha vele nem csinálom meg azt a fékshotot, és nem sikerül betörni a 16-osan belülre, valószínűleg nem lett volna gól, úgyhogy tényleg a Zaha egy iszonyatosan pozitív ő, csere volt ezen a mérkőzésen, pedig amúgy nagyon kevés az az alkalom, amikor őt beszoktam cserélni. De valószínűleg ezen változtatni fogok. Aztán a 105. percben ismételten szétpasszoltam a gyereket. Nem volt arra esélye, hogy ilyen védekezési tudással, amivel ő rendelkezett, ezt a mérkőzést megnyerje. Tehát én elhiszem, hogy 3-0 volt neki a mérkőzés, és én is azt gondoltam, hogy ez már leves, de arra gondoltam, hogy idén tényleg 2 vagy 3 gólos hátrányból is vissza lehet jönni bárki ellen. Ha te nem baszod fel magad, nem idegeskedsz, nyugodtan játszol, és a saját játékodat tudod játszani, bárki ellen képes vagy visszajönni. Tudom, ez egy furcsa felfogás, de rengeteget változtattam az elmúlt hetekben a felfogásomon, és azon, hogy ne negatívan álljak folyamatosan a játékhoz, mert ez egy óriási nagy negatív dolog volt mind az élőadásokkal, mind a videókkal szemben, és ezért készítettem nektek ezt a videót, hogy lássátok, hogy higgat játékkal, türelemmel, megfordítható bármilyen szituációban az állás. És tényleg most azon próbálok meg a legtöbbet változtatni, hogy a birtoklás és az, hogy mik a gyengeségei, úgymond a játéknak, tehát úgy értve gyengeségei, ami neked pozitív hatás lehet, és pozitívan ő, tudod kihasználni a helyzeteket, meg egyéb dolgokat. Itt még érkezett a 114. percben egy gól, és 7-5 volt az állás, viszont nézzétek meg ezt a higgadt Krisztiánt, aki itt játszott a mérkőzésen. Nem estem pánikba, és mit csináltam? Azt, amit idén játszani kell. Labda birtoklás. Mindenkinek ezt tudom ajánlani, hogy csak tartsátok meg a labdát, semmi problémátok nem lesz belőle. Sima liba. Nézzétek meg. Tehát annyira nyugodt voltam ezen a mérkőzésen, mert tudtam, hogy ez egy olyan ellenfél, akit nekem, ezzel a játéktudással, ami nekem van, meg kell vernem. Én nem vagyok egy jó játékos, de ő Szó szerint ezt kell mondanom, rossz játékos volt. Nem értett a védekezéshez. A játékban én ő, adtam neki szinte a gólokat, úgyhogy nem volt arról szó, nézzétek meg, végig ugyanabban a formációban volt, semmi letámadás, semmi. Utána itt próbált valamit állítgatni, vagy én nem tudom, de nézzétek meg, adtam egy kényszerítőt a fandáikkal, elindultam vele, offside repet benyomta a gyerek, és egy csodálatos labdát adtam fandáiknak kihozta a kapusát, és szépen át is emeltem. Szerintem életem legszebb gólja volt Fandájkal idáig, pedig azért jó pár fejes gólt már szereztem bele szögletekből. Úgyhogy srácok, én tényleg azt tudom mondani, hogy soha, de soha ne adjátok fel, mert bárki ellen bármikor megfordítható a mérkőzés, főleg akkor, hogyha az ellenfeled elbízza magát, és ezt is tudom ajánlani, hogy ti se bízzátok el soha magatokat, mert kettő gólos előn sem számít előnynek idén a játékban, mert bárhonnan képes a játék visszahozni vagy téged, vagy az ellenfeledet. Úgyhogy 8-5-re módosult az állás, és sikerült ezzel egy vízilabda mérkőzést nyerni a FIFA 20 nevezetű játékban. Ezt a videót tényleg azért készítettem, hogy elejétől a végéig minden helyzet benne legyen, és egy felmérés legyen azzal kapcsolatosan, hogy érdekel -e ez a dolog. Hogyha tetszett ez a videó, mindenképp jelezzetek egy like al illetve ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Itt nyilván visszanéztem még a gólokat, mert ebből tud tanulni az ember. Illetve nagyon szépen köszönöm így a videó végén a születésnapi köszöntéseket. Ugye tegnap volt a születésnapom, és rengetegen írtatok az Instagramon, illetve e-mail formájában is, mert Facebookon kikapcsoltam az üzenetküldési lehetőségeket, mert képtelenség volt nyomon követni. Viszont, hogyha tényleg szeretnétek még ilyesmi tartalmakat nézni, akkor azt jelezzétek a komment szekcióban, meg egy like formájában. Én Krisztián voltam, további szép napot kívánok mindenkinek, és találkozunk a következő videó vagy élőadás formájában. Ciao ciao, szevasztok!